Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan fiatal emberrel fogok én beszélgetni, akit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, a tévénézők is, hogyha figyelmesen járnak Fehérvár utcáin, biztos, hogy belebotlottak vagy találkoztak vele. Egy ingatlanokkal foglalkozó cég tulajdonosa, illetve a hajózás szerelmese, Horgos Tamás a mai vendégem itt a Fehérvári Beszélgetésekben. Szia, köszöntelek téged! Szia, és üdvözlöm a nézőket! Szakmázzunk először egy picikét. Ingatlanok, Vörösmarty Rádióban is nagyon sokat foglalkozunk lakásokkal, melyik éri meg jobban, albérlet, saját lakásod, vagy tudjuk, hogy nyugaton ott általában az albérlet, ami dívik, mondjuk Angliában, Amerikában, nagyon keveset tudnak saját lakást venni, fenntartani, mert brutál drága. Igen. Ugye Magyarországon is egyébként rengetegen vannak albérletben, vagy borsos árba került, tényleg nagyon sokat kell érte fizetni meg. Fehérváron egyébként ez egy nagyon jó, mert a városnak az erejét mutatja, hogy itt is azért brutál árban vannak a tényleg a legesleg lelakottabb mondjuk panellakások, és tényleg ilyen horribilis összegeket elkérnek érte, hogy az ingatlanokat itt viszik Fehérváron, mint a cukrot, ezt el lehet mondani egyébként? Igen, igen, megéri egyébként ingatlant venni, még most is, annak ellenére, hogy magasan vannak az árak, tehát mindenképp jobban megéri ingatlanba fektetni a pénzt, mint bármi másba. Meg hát a bérletnél meg mindenképp jobban megéri, mert most már egy panellakásnak is 80-100 000 forint, egy sima kétszobásnak az ára, tehát iszonyra felmentek az albérlet árak is. Ha most ezt az ember egy törlesztő részletbe fordítja bele, akkor mindenképpen jobban megéri, mert az egy saját tulajdona lesz. Persze. És veszik is egyébként ezt tendencia, hogy nagyon-nagyon sok ingatlan cserél gazdát? Igen, igen. Hát nyilván akinek jól megy, az ugye fölfele lépked a létrán, tehát egyre jobb ingatlanokat vesz, eladja a régit, tehát ebbe is tudunk segíteni mindenkinek. Persze. Illetve akinek valami miatt nem megy, vagy munkai váltás, ott pedig ugye azért kell eladni. És egyébként milyeneket veszed? Tehát az olcsóbbakat, vagy inkább a drágábbakat veszik? Ugye most gondolok, rengeteg újépítésű lakópark, társasház létesül Fehérváron, nagyon szuperül néznek ki, nagyon jól néznek ki, tényleg hat nyelven beszélnek. Ezeknek azért megvan az ára keményen, hogy ezeket veszik inkább, vagy mondjuk a régebbi mondjuk így panellakásokat? Tehát mi az, ami... A panellakás az örök érték, tehát azt mindig fogják venni. Nyilván ez követi a legjobban így a piaci mozgásokat. Tehát mit tudom én, 8 millió forint volt egy 4-5 évvel ezelőtt egy kétszobás, most már 12 milliót nem lehet kapni. Tehát iszonyúra felmentek a panelárak. Itt érződik legjobban talán így a piac mozgása. Nyilván az új építésű lakásokat sokan vesznek befektetésnek, aztán ugye a csokosok vesznek, tehát akiknek több gyerek van, és ki tudják használni ezt a támogatást, ők is mindenképp ilyen új építésűt vesznek, mondjuk a 10+10 azért az, persze, azt nem szabad kihagyni. Hát de nem ám. Aztán ugye hát persze a családi házakat is veszik, építik, telkeket, tehát ezáltal így az egész így megy. Hát nyilván telítődni fog a piac, így az új építésűek, mert itt közeljövőben 1000 körül ingatlan új építésű fog épülni, tehát, és ez nyilván le fogja nyomni majd a panelok és egyéb ingatlanok árát is. Mert egy ideig ugye veszik az új építésűt, de aztán, ahogy telítődik a piac, úgy valószínű, hogy akkor annak is lejjebb megy az ára, ezáltal a kisebb értékű ingatlanoknak is lejjebb fog menni. Következő kérdésem, még mindig maradjuk egy kicsit a szakmánál, hogy milyen korosztály vesz mondjuk most Fehérváron lakásokat, vagy éppen házakat? Tehát meg lehet figyelni, van valami tendencia, hogy az idősebbek, fiatalabbak, 20 és 30 közöttiek, vagy 30 és 50 közöttiek? Hát nyilván az ilyen új építéseket olyan 30 és 50 körüliek, akik még ki tudják használni ezt a kedvezményt, ezt a csokot, azok veszik. Ugye nyilván 20 éveseknek nem lehet 2-3 gyerek, attól függetlenül vállalhatnak. Aztán ugye a nagyobb értékű ingatlanokat, azokat hát változó. Hogy jött egyébként az életedben, most beszéljünk egy kicsit rólad, és engedjük el a szakmát, hogy jött az életedben az ingatlan? Tehát kérdezhetem, miért pont mondjuk ingatlanokkal foglalkozol, hogy mindig volt neked egy ilyen vágyad, ez tetszett ez a szakma, ez a terület, és ez nyilván sokat kell tanulni, fejlődni, tehát minden részen azért képben kell lenni. Meg ez egy olyan szakma, orvosoknak szoktam mindig mondani, hogy ők sem állhattak meg a tanulásban, van egy elavult tudása, az nem állja meg a helyét. Neked is, ha lenne mondjuk 5-10 évvel ezelőtti tudásod, nem állnád meg a helyed a piacon, meg a irodát sem nyilván. Hogy miért pont ezekkel foglalkozol, ingatlanokkal? Hát igazából műszaki végzettségem van, főiskolát végeztem, aztán kereskedelem felé sodródtam, utána saját autókereskedésem volt. Az is volt. És ugye, igen, és akkor jött a
ugye a válság, igen. Az autókeres, meg hát ez a... Persze. Akkor ugye az autókereskedéseknek annyira nem ment, akkor párhuzamosan indítottam ezt a CH ingatlan irodát, tulajdonosa és alapító, és vagyok már 10 éve itt a fehérváriakat, illetve a környékbelieket szolgálom. És akkor indítottam, és először úgy volt, hogy így párhuzamosan próbáltuk csinálni, aztán hát az autót abba hagytam, és akkor maradt ez. Mm-hmm. És nyilván fejlődök folyamatosan. Szíved csücske, ezt gondolom, akkor nagyon szeretett csinálni. Igen, igen. Azt mondják egyébként, aki vállalkozó mondjuk, vagy mondjuk magánszférában dolgozik, tevékenykedik, milyen jó neki, mert nincsen főnöke, stb. Persze ez az egyik oldal, de a másik oldal, hogy mindig kész a létbe kell lenni. Persze. Tehát gondolom ünnepnap, persze. Sokszor a magánélet családrovására is megy. Hát van, hogy ugye este 6-ig dolgoznak az emberek, van, hogy 6-kor, 7-kor megyek ingatlant megmutatni, igen. Vagy éppen akkor megyek fölvenni, hát akkor érnek rá. Úgyhogy azért van olyan, hogy napközben tényleg így nincs annyi feladat, de viszont aztán este meg késő este van, hogy 8-kor esek haza tényleg. Említettük némileg a családot, szóba került már, hogy mesélj egy kicsit, mit lehet tudni a családodról. Hát, van egy gyönyörű feleségem, egy 3 éves kislányom, aki most már óvodás, úgyhogy 4 gyerekem van egyébként. Ja, 4 gyermek, tehát vannak 4, már nagyobb gyermekek. Igen, igen, nagyobb. Pont az lett volna a kérdésem, kicsit kötekedve is, hogy azért elmondhatjuk, hogy nem mondjuk 25-30 éves voltál, amikor született, ugye most már 3 éves kislányod. Hát 20 éves voltam, amikor a nagyfiam született. Őtől egyébként 2 hetes unokám van, úgyhogy most már nagypapa is vagyok. Vagy. Hát mindenkinek ilyen nagypapát kívánok hát azért egyébként. Azért most már szakállat kell növeszteni. Fiatalos, amorózó. Igen, nagypapa. Elképesztő. És mi, hogy élted meg? Mert emberek, amikor mondjuk megszülték az unoka, főleg olyan emberek, mint aki tényleg fiatalos a szíve, lelke, és még az is nem is fiatalos az is, és születik egy unoka, ami nyilván nagyon nagy öröm. De nem gondolkodtál azon, hogy hú, Tomi, te már ennyi idős vagy, már unokád van, nem volt ez így lelkileg kicsit? Szerencsére kicsit nem, mert párom is 20 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy fiatalosan tart. Igen, úgyhogy igen. Úgyhogy nem érzem szerencsére azt, hogy telnének az évek, hát annyi, hogy most már azért a eszem jó ízűen, akkor az látszik rajtam sajnos. Ez tényleg így van egyébként a kor előre haladtával, az elfogyasztott ételek sokkal, de sokkal jobban meglátszanak? Hát igen, most már. Azért nincsen szégyenkezni jó, hát valód. Most már igen, hát karba kell tartani, mert nekünk ugye a sport miatt meg muszáj a súlyomat tartani. Tehát. Igen, a sportolásról beszélünk, mert mi a nagy-nagy szerelmed, ugye már a beszélgetés elején említettem. Még egy dolog, kicsit rátérve mondtad, hogy a párod meg te közötted kb. 20 évkor különbség van. Érdekelne, és szerintem a nézőket is érdekelne, és szerintem meg is kérdeznék, hogyha itt ülnének, vagy elvárják, hogy megkérdeznem. Nyilván nem kell mindig a külvilágnak a véleményére adni, de biztos, hogy voltak olyan felhangok, amikor a pároda összejöttél, ugye meglett a gyermeketek, hogy hát azért mégis 20 éve fiatalabb, majd te ennyi idős lesz, elő csak annyi idős lesz, tehát biztos, hogy a rossz nyelvek beszéltek ezt, azt, hogy miért egy 20 évvel fiatalabbat választottál. Volt ilyen egyébként? Tehát próbáltak így úgymond szétszedni benneteket? Nem, szerencsére semmilyen nem volt, úgyhogy... Ez ritkaság azért, mert általában ugye a környezetük leülteti az embereket és elmagyarázza, meg gondolom a párodnak is nem tudom, volt-e ilyen, hogy hát te azért mégis 20 évvel idősebb emberrel vagy. Nem volt szerencsére semmilyen rossz indulatú. Ez nagyon bármilyen. Jó. Akkor szerencsések vagytok, jó? Boldogan élünk, úgyhogy... De jó, jó környezetben, igen, mert mondom, általában ez megfigyelhető. Gyerkőcön érződik egyébként a kiegyensúlyozottság, úgyhogy... Uh-huh. Érdekes, hogy ugye 4 gyerekem van, és az utolsó 2-nél értem meg annyira, hogy sokkal máshogy értékelem a dolgokat a gyerekkel kapcsolatban is. Tehát tényleg ez is kell érettség. Meg kell érni egyébként. Igen. Mikor megszületik a gyerek, én is így voltam megszületett, nyilván szerettem, de úgy nem tudtam hova tenni, hogy ez az én gyerekem, nekem hogy kell szeretni, jó szeretem, és utána tényleg így beérik az ember, igen, tehát igen. Hozzáérik a gyerekhez, meg az apai léthez igazából. Abszolút, abszolút. És ezt tényleg pár év alatt lehet megtapasztalni szerintem. Beszéltünk a sportról, említettük, ugye van egy nagyon nagy szerelmed, ez a hajózás, hogyha jól tudom, így pongyol a nyelven, de lehet, hogy nem ez a nevetet pontosan, te mit hajózol, hogy hívják ezt? Vitorlázás. Uh-huh. Vitorlázás, hát már 7 éves korom óta vitorlázom. 7 éves korod óta? Igen. Szüleim annak idején, ugye apukám a Vidótonba dolgozott, anyukám az Ikaruszba, eljött a elsős általános iskola vége, és mi legyen a gyerekkel, a szülők dolgoznak, hát valami táborba be kell iratni. És akkor ugye a Vidótonnak volt Almádiban egy vitorlás klubja, ami hát azóta is ugye prosperál, és hát oda beirattak engem,
és akkor 2-3 hétre le volt a gond a gyerekről, idézőjelben természetesen. Persze. És hát annyira megszerettem, meg ott jól éreztem magam, ugye, önállóság, eleve szülőkkel nem találkoztam, hogy ott ragadtam. Aztán jöttek a sikerek, akkor még jobban kedvet kapott az ember hozzá. Hmm. Meg ez egy fiatal, tényleg ilyen 8-9 éves gyereknek nagy dolog, hogy annak idején tényleg egyedül szombat 7.44-es vonattal mentünk a vasútról, és tényleg így csak vitorlás gyerekek mentünk le Almádiba, tehát nem volt szülői kíséret. Igen. Tehát annak idején még más rendszer igen. volt, mondjuk más merészség volt, én most belegondolok mondjuk a jó, nyilván lányokról beszélünk az esetemben, de hogy mikor állnak oda elém, kicsit rettegek, hogy apa, el szeretnék menni ide meg oda, és hogy egyedül elengedni őket, főleg mondjuk ilyen vízi kalandra, tehát jó, nyilván más világ volt, fiú gyermekről beszélünk, meg gondolom, akkor meg is bíztak benned a szüleid, hogy, persze, hogy a akkori Tomikával abszolút. Nem lesz gond. Aztán jöttek a nyarak, ugye, mikor már tényleg így versenyszerűen üztem, akkor úgy volt, hogy nyári szünet, augusztus, vagy június 15-én vakáció, akkor irány le Almádiba, és augusztus végig len voltunk. És annak idején nem volt telefon, meg mobiltelefon, amikor így már fogytán volt az embernek ugye a pénze igen. gyerekként, igen. akkor csak annyit tudtunk táviratozni, egy pénzt. És akkor tudták, hogy jöttek, vagy küldtek, úgyhogy tényleg érdekes. Versenyeket említettél, hogy milyen eredményeid vannak, amire te nagyon-nagyon büszke vagy és megemlíteni? Hát igazából nagyon sokszoros magyar bajnok vagyok, nem is tudom megszámolni. Szerintem kevesen, otthon. Akik ismernek, vagy így látásból szerintem nagyon-nagyon kevesen tudták ezt, hogy sokszoros magyar bajnok. Vagy nem mondom, hát legalább ilyen 15-20-szoros magyar bajnok, mert tényleg nem számoltam össze. Hát van olyan, volt olyan év, amikor 4 magyar bajnoki címet szereztem különböző hajóosztályokba. Ez gyönyörű. Tehát több hajóban indulok. Uh-huh. Egyébként az elmúlt 4-5 évben volt ez pont, hogy ilyen 4 magyar bajnoki címet sikerült szereznem. Hát tavaly Európa bajnokok lettünk, az igen. Majtényi Szabolcsra vitorlázom a egyik hajónkban, az közös is az a hajunk, és akkor abba lettünk Európa bajnokok. Hogy gyakoroltok, gondolom, nem itt a palotavárosi tavakon? Nem. Hát Füreden vagy Balatonföldváron van a igen, ott vannak ugye kikötők. Ott a Tagore sétánynál van ott valóla a hajó egyébként, tehát ott a Bútor István szobor. Igen, ott a Karolina környékén inkább, tehát ott azon a részen áll a hajónk, és akkor onnét hajózunk ki, és akkor ott edzések. Minden hétvégén van egyébként verseny, most már pont vége a szezonnak. Uh-huh. Előző hétvégén volt még egy kis verseny, és akkor jönnek. Ilyenkor télen is egyébként vitorlázunk. Ilyenkor ugye a Dragonnal az egy hajó, egy háromszemélyes hajó. Azzal így nemzetközi vizeken, a földközi tengeren szoktunk versenyre járni, Kámba, Szent-Tropéba, Antibba. Ugye ezek ki lehet bírni, azt szokták mondani. Hát igen. Igen. Ez kemény sport egyébként? Tehát hajózás kapcsán mondjuk, de én annyit tudok, ugye, mint laikus, hogy ott vagytok a fedélzeten, süt a nap, tök jó idő van, és akkor húzogatjátok a kötelet, és a vitorlák mennek mindenfelé. De ezt gondolom azért, ez egy elég nehéz sport. Persze, nehéz. Fizikum is kell azért, tehát eleve egy verseny az durván ilyen egy órás, és az ott nyilván akkor van verseny, amikor van szél. Uh-huh. Tehát amikor meg van szél, akkor nem napozunk, hanem akkor keményen ki kell hajolni a hajó oldalára, és akkor hasizomból, meg különböző hátizomból kell tartani az embernek magát elég hosszan. Aztán ugye hátszélben, amikor ezek a szép spinakkerek, golyó alakú színes igen? dolgok előkerülnek, azt meg ugye kell húzogatni, hogy gyorsabban menjen a hajó, úgyhogy kell edzés, meg minden a téli edzés, az jót tesz az embernek. Aztán vigyázni kell a súlyra, tehát épp erre panaszkodtam, ugye, igen. Mert ugye... Nem szabad nagyon-nagyon sokat igen, enni igen, végül is? Úgy van, hogy a hárman lehetünk 260 kilók. Tehát eleve súlykorlát van, ugye, hogy ne legyen előnyünk. És ugye van, hogy én 100 kiló körül vagyok, akkor másik kettő már csak 160 kiló lehet. És akkor vannak ilyen verseny előtti bajnokság, magyar bajnokság, Európa bajnokság előtt ott van mérlegelés, és akkor ott keményen súlyban meg kell felelni. Volt-e már olyan szituációd, ami mondjuk ilyen nagyon-nagyon veszélyes volt, tehát amikor viharba keveredtetek, vagy valami, ami tényleg majdnem mondjuk így, nehogy Isten, tragédiába fulladt, vagy nagyon-nagyon ilyen akciófilmbe illő? Hát gyerekkorunkban voltak még ilyenek, mikor Almádiból vontáztunk át Földvárra, és hatalmas vihar volt, ugye az egész Balatont át kellett szelni, és akkor egy kis optimisztikát egymás után húzza egy nagy motoros, igen. és akkor volt akkor a hullámok, hogy ugye bennültem a hajóba,
és az előttem levő hajót nem láttam, amikor a hullám, igen, és a kötél belement a hullámba. Tehát csak azt láttam, és akkor egyszer fönn, egyszer lent. Ez igen. Aztán ugye Várnemündébe gyerekként voltunk Északi-tengeren, ott voltak kemény, nagyon nagy szelek, hatalmas hullámokkal. Ugye az Északi-tenger az híres, és ott is volt olyan, hogy amikor a hullám tetején voltunk, igen, és elindultunk, ugye nem csak a szél hajtott, hanem a hullám is, ahogy ment, és a vitorla így bejött középre, hátszébe, annyira gyorsan mentünk, hogy nem, tehát így lobogott a vitorla, és aki a hullám völgyben volt hajó, annak így majdnem neki rohantunk, tehát így majdnem ráestünk. Tehát én volt egy pár. Voltak azért voltak helyzetek. Feleséged egyébként elkísér, vagy meg tudja tenni, hogy a kisgyerekkel, vagy kisgyerek mellett, vagy mondjuk őt valóban lepasszoljátok idézőjelben, el szokott kísérni mondjuk versenyre? Nem, mindenhova jön a feleségem is vele, így nyilván itthon, hazai viszonylatban minden hétvégén jön velem, illetve hát a Málna és a kislányom is jön, igen, és akkor élvezi nagyon. Hát ők addig strandolnak, amíg én kimegyek versenyen, mert általában azért ez úgy van, hogy szombaton reggel mondjuk 10-kor van, és akkor 3-4 óra, délután 3-4 óra, akkor már én vagyok a parton, befutunk addigra. Ja, ez úszni is nagyon jó kell tudni, gondolom, tehát akkor úszedzést is azért szoktatok csinálni. Igen, gondolom. Igen, hát kell tudni úszni gyerekként. Mikor még nem tudtam úszni, akkor volt mentőmellény, de egyébként mindig kötelező, hogyha a viharjelzés van, akkor kötelező a mentőmellény. De volt olyan, egyébként még nem tudtam úszni, és a vidébe pont így teniszeztünk, lábteniszeztünk, és mindig hát annak kellett a labdáért menni, aki berúgta. És egyszer én rúgtam be, elúsztam a labdáért, és visszafele jutott ez, ami nem tudok úszni. És akkor kész pánikban voltam, de szerencsére a labdát fogva kievickeltem. Gondolkodtam azon, hogy nagy Isten, mondjuk azt mondanák, hogy holnaptól nem ingatlanozhatsz, meg mondjuk nem hajózhatsz, tegyük fel, de egyéb más csinálhatsz. Akkor mi az, ami mondjuk szívesen csinálnál így az életedben még? Hát nem is tudom. Hát talán így sportban talán a síelés. Uh-huh. Az is veszélyes. Igen, igen. Hát egyébként kiegészítő sport szokott lenni a vitorlázáshoz. Régebben egy 7-8 éve jártunk sokat síelni, de mostában nem. Uh-huh. Tehát sportban talán az, de nyári sportnak mindenképp valami vízit keresnék. Uh-huh. Tehát fiam akkor egyébként például wakeboardozik, az is jó dolog. Persze, tehát akkor mindenki így, igen, nagyjából kötődik a vízhez. Munkában meg olyant keresnék, ami így kapcsolatban az emberekkel, mert tényleg ingatlanozni is azért szeretek, mert tehát nem kell hajtanom az ügyfeleket, nem kell hajtanom az ingatlanokat, hanem ugye bejönnek. Tőzsgyökeres fehérvári vagyok, sokan ismernek, igen, hívnak, ha bármi gondjuk van, problémájuk, és akkor megoldjuk. Meg fontos a becsületesség, persze, ugye? Persze, azért nyilván ebben a világban ebben fontos az, hogy hosszú távra gondolkodik az ember, és tényleg megbízható. Mert szakmában gondolom azért vannak olyanok, akikre mondjuk a muskát lidat nem bíznád rá. Persze, nyilván. Bármi más kis virágodat, mert ugyanúgy, ahogy mondtad, autókereskedéssel is foglalkozni autókkal, hát ott is azért van, akit nagyon nem kell félteni, meg vannak hát nagyon becsületesek is természetesen. Persze. Beszéljünk rólad egy kicsikét megint, hogy megjegyeztem, mikor jöttél ide a műsorba, hogy hihetetlen elegáns vagy, én meg csak ilyen snasszul vagyok felöltözve, szégyeltem is magam, hogy te nagyon-nagyon fiatalosan öltözködsz. Szintén rádióban foglalkoztunk ezzel a dologgal, hogy 45-ös korosztálytól már azt mondják a különböző stílus tanácsadók, stb., hogy vannak bizonyos ruhadarabok, amiket már nem illik nekik viselni, kivágott farmer, amit a 20 évesek viselnek, hogy te mit mondasz erre egyébként, mondjuk már elárulhatjuk az életkorodat egyébként? Abszolút, el lehet ezt mondani? Abszolút. Ugye azt láttam a közösségedben, hogy 50 éves voltál, igen, ebben az évben. Most voltam 50 éves. 50 igen. éves, és ugye te pedig pont tényleg nagyon-nagyon fiatalosan, sportosan, elegánsan öltözködsz. Te mit gondolsz, vagy mit mondasz erre, amikor mondjuk azt mondják hasonló korú embereknek, mint a férfinak vagy nőnek, hogy ne öltözködjön úgy, mint egy mondjuk 20-25 vagy éppen 30 éve? Szerintem mindenki úgy öltözködjön, amit ő így úgy érez, hogy a belső korának, ugye, mert nem a külső persze. kor számít, hanem az, hogy ki mennyinek érzi magát. Nyilván én nem érzem 50-nek magamat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tehát lehet fiatalosan öltözni, én azt gondolom, hogy lehet szakadt farmerba járni, épp olyan az embernek az egyéniség, hogy azt szeretné. Uh-huh. Nyilván régen meg volt határozva, hogy miben jártak az emberek, most szerintem azért
lehet követni így idősebben is a divatot. Igen. Meg még egy kérdés, szintén egy életkorhoz kötődik. Azt szokták mondani, hát még 20-30 éves koromban ezt nagyon-nagyon bírtam, nem viseltek meg a frontok, ennyit tudtam futni, ennyit tudtam menni. Van valamit egyébként mondjuk így az életkor előre, ha te észreveszel magadon, hogy hú, ez mit tudom, 10 évig nem okozott gondot, de most már gondot okoz az élet bármely területén. Nem, szerencsére. Semmi? Így még nem. Reggel jól kelek, nem fáj semmi. Egészséges életet élsz? Egészséges, így van. Nem dohányzom, nem iszok alkoholt. Figyelsz a táplálkozásra is egyébként? Tehát valamennyire azért... próbálok figyelni, de nehéz. Az a nehéz. Igen. Főleg este 10-kor. Én is így vagyok este 10-kor, amikor rám törözésünk. Mikor előkerülnek a nasi, ez az amaz, akkor nagyon nehéz. Csoki, sonka, házi kolbász, ez az amaz. Chips vagy bármi. Nehéz ellenállni ezeknek. Beszéljünk, kevés időnk van már csak vissza, sajnos beszéljünk a jövőről, hát nyilván azért még tervezgeted a jövődet, vannak céljaid, mik azok, amiket el akarsz érni, akár magánéletben, akár az üzleti életben, mi gondolkozz? Úgy érzem, hogy így nyilván a cégemet sikeresen tartani, bővülni, most hatan dolgozunk együtt, bővülni, és tényleg így minél jobban terjeszkedni. Persze, ez erősödni. Mondjuk, ez mondjuk érthető. Hajózásban esetleg van-e valami olyan verseny, amit kinéztél magadnak, hogy hú, Tomi, ezt még meg kéne, hogy csináljad, mert addig aztán nem fekszem le nyugodtan? Nem, igazából ugye többszörös kékszalag győztes vagyok nyilván a hajóosztályomba, kategóriába, mert ugye a nagy győzelmeket a Litkei Farkas nyeri, tehát így az abszolútot, de mi nem is arra próbálunk menni. Úgy ott is, vitorlázásban is úgy érzem, hogy amire így, tehát én úgy érzem, hogy boldog vagyok, és elértem így mindent, amit szerettem volna. Ez azért jó, mert kevés ember mondja ezt, hogy ő boldog, és amit szeretett volna, azt elérte. Stresszes egyébként nem vagy? Pont ebből kiindulva kérdezte meg, általában azok a stresszes emberek, akik ugye elégedetlenek. Akkor te elégedett vagy, és mondjuk stressz így nincs? Nagyon nyilván a napi apróságokat leszámítva, vagy könnyen elengeded mondjuk, amikért... Ja, inkább az van, hogyha van ér valami stressz, vagy bármilyen probléma adódik, akkor azt próbálom megoldani, ha meg nem sikerül, akkor nyilván elengedni. Próbálok túllépni rajta. De sok embernek kell megtanulni, és túl is tudsz egyébként? Igen. Talán azért is vagyok ilyen fiatalos, mert ugye nem visel meg annyira a problémák. Mindenkinek vannak problémái, de tényleg próbál az ember így elengedni ezeket. Ezt kevés ember mondhatja el magáról, szerencsés vagy egyébként, hogy te ilyen vagy, hogy el tudod engedni ezeket, és ezt kéne persze mindenkinek megpróbálni. És ez lehet a fiatalság egyik titka akkor, vagy a fiatalosság egyik titka, hogy ilyeneket el tud az ember engedni. De Tomi, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további nagyon sok sikert kívánok neked az élet minden területén. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk a Fehérvár Televízióban, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.